Tanszercsomag. Idén is gondoskodott az alsósokról az önkormányzat. Tanévkezdés. Több iskolánál közterületfelügyelők segítik a járművezetőket. Egyetem. Ösztöndíjakat és jubileumi diplomákat adtak át. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Megkezdődött a 2018-19-es tanév. Szeptember 3-án a Nyíregyházi Önkormányzat a város valamennyi általános iskolájába közel 4600 alsó tagozatos diáknak 1500 forint értékű tanszercsomagot juttatott el. A Móra Ferenc általános iskola másodikosainak dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át a csomagokat. Szeptember első hétfőjén a Móra Ferenc általános iskola tanulói is beültek az iskolapadba. A tanévnyitó után a második C-osztályba a gyerekek vendéget is vártak, hiszen dr. Kovács Ferenc polgármester és Tóth Imre önkormányzati képviselő személyesen vitték el az önkormányzat ajándék tanszercsomagját, és ki is osztották a harmadik tanórára kíváncsian készülő nebulóknak. A kisdiákok kibontották a csomagokat, amelyben ceruzákat, zsírkrétát, vízfestéket, vonalzót, füzeteket, rajzlapokat, ragasztót, ollót és több más hasznos iskolai eszközt találtak. Ötödik éve az önkormányzatunk saját költségvetéséből, saját forrásunkból támogatjuk egy tanszercsomaggal Nyíregyházi összes alsótagozatos diákot. Ebben az évben 4572 diák kap. Mai nap egy ilyen tanszercsomagot, ez egy nettó 1500 forintos érték, és hát ezt ki lehet számítani, 8,8 millió forint körül van. És ez is azért van, hogy segítsük a családokat, a gyerekeket, láthattuk, hogy mennyire örülnek neki, mégis jobban indul így az év. Természetesen ez a nagy infrastruktúrás fejlesztésekhez képest pénzügyileg nem egy akkora, de azt gondolom értékben mindenképp fontos, hiszen ha azt nézem, ebben az évben 4 iskola újul meg, a Vasvári már befejeződött a teljes körű felújítás, az Rínyébe, a Sipkaiba, a Kazinciba folynak a munkák, de úgy ütemeztük, hogy a tanévkezdés biztosított. A Móra Ferenc általános iskolában is zökkenőmentesen indul a tanév, rendben és időben megkapták a tankönyveket, jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal. A gyermekek remélem jól érzik magukat, és örömük van abban, hogy újra bejöhettek az iskolába. 912 gyerek érkezett ma reggel iskolánkba, úgyhogy nem kevés diák. Reméljük, hogy minden könnyedén és egyszerűen folytatódik, mert hogy minden felszerelésük megvan, tankönyvük, füzetcsomagjaik, sőt, hát még olyan nagyszerű helyzetbe is kerültünk, hogy minden alsótagozatos diákunk Nyíregyházi az a város polgármesterétől és az önkormányzattól füzetcsomagot kapott, tanácskönyveket kapott, köszönjük szépen. A gyerekek miután megismerkedtek az ajándék tanszercsomag tartalmával, megkezdődhetett az első tanítási nap harmadik tanórája. A kormány célja, hogy a gyerekek bárhol is tanuljanak az országban, ugyanolyan feltételek között tehessék ezt meg. A szülők pedig érezzék, a gyermekneveléshez támogatást kapnak. Ezért 190 milliárd forinttal többet fordít a kormány az oktatásban a tárgyi feltételek javítására, mint egy évvel korábban. Ezt jelentette be az EMMI stratégiai ügyekért felelős államtitkára Kemecsén. Dr. Szölcz Gellért, a helyi Arany János Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitóján mondott ünnepi beszédet. A politikus hangsúlyozta, a kormányzat az idei évben is jelentős forrásokat biztosít a kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetésre, és nagy segítség a szülők számára, hogy a nebulóknak 9-es korukig a tankönyvekért sem kell fizetni. Ezek mellett arról is beszélt, hogy új nemzeti alaptanterv készül, melynek bevezetését széleskörű társadalmi párbeszéd előzi majd meg. Idén mintegy 1 millió diák kapja országosan ingyenesen a tankönyvet, melyek 9. osztályig járnak térítésmentesen. Folyamatosan biztosítja a kormány a forrást az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre, valamint a tárgyi feltételek javítására is 190 milliárd forinttal fordítunk többet, mint tavaly. Az új nemzeti alaptanterv tervezetének széleskörű véleményezése nyílt meg szeptember 1-től, hogy az oktatás a jövőben is korszerű legyen. A kormány továbbra is támogatja
hogy a tanulók a határtanuló program keretében találkozzanak határon túli magyarokkal, kiránduljanak határon túli magyar lakta területekre. A tanévkezdéstől több iskola környékén közterületfelügyelők segítik a járművezetőket, akik így könnyebben alkalmazkodnak majd a megváltozott forgalmi rendhez, a felgyorsult közlekedési ritmushoz. A felügyelők felhívják a figyelmet, néhány intézmény környékén útfelújítások zajlanak még, és vannak olyan helyek, ahol megszűnt az ingyenes parkolás. Az iskolakezdés a városi közlekedés szempontjából is kiemelt időszak, a közlekedés ritmusa a nyári időszakhoz képest jelentősen megváltozik. A városvezetés felhívja a közlekedő szülők, nagyszülők és a már önállóan közlekedő diákok figyelmét, hogy néhány iskola körül a folyamatban lévő felújítások vagy a forgalmi rendváltozás miatt az eddig megszokotthoz képest módosult forgalmi rend szerint lehet közlekedni, az intézménytől esetleg csak kissé távolabb lehet szabályosan vagy ingyenesen parkolni. Például a Vasvári Pál gimnázium környékén a parkolók fizetőssé váltak, így az ingyenes parkolás csak az iskolától távolabb lehetséges. Az Apáczai Csere János általános iskola előtti szakaszon pedig korlátokkal védik a gyermekeket a többsávos körút gépjármű forgalmától, ösztönözve ezzel is a közeli gyalogátkelő hely szabályos használatát, emellett az iskola és a tűzoltóság előtti szakaszra is kikerült a megállni tilos tábla, tehát a tábla hatálya alatt megállni csak forgalmi vagy műszaki okból szabad, azaz a be- és kiszálláshoz szükséges ideig sem lehet megállni ezeken a helyeken. Nem csak út, hanem intézményi felújítások miatt is nagyobb körültekintést igényel az iskolák megközelítése és a szabályos parkolás. Például a Kölcsey Ferenc gimnáziumnál, az Incédi György szakközépiskolánál, a Bem József általános iskolánál, a Kazinci Ferenc általános iskolánál és az Apáczai Csere János általános iskolánál. A Szent Imre katolikus gimnázium és általános iskola, valamint Ötvös gyakorló iskola környezetében is több helyszínen a közterületfelügyelők is segítik a járművezetőket. Mi jelenleg két iskolánál látunk el ilyen szolgálatot. Egyik az a helyzet, most vagyunk itt, a Szent Imre általános iskola, illetve az Ötvös gyakorló általános iskolának a környékén vagyunk. Másik pedig az Apáczai Csere János iskolánál vagyunk. Reggel 4-8 környékén igyekszünk ide kiérni. Ilyenkor, ameddig a forgalom megkívánja, tehát olyan 8:45-9, illetve délután 1 órától, ameddig a forgalomérzet megkívánja, segítjük a forgalmat, segítjük a parkolást a környéken. A hatósági főosztály és a közterületfelügyelet kéri, hogy a járművezetők az iskolába indulásnál a tanévkezdéssel összefüggő forgalomnövekedést vegyék figyelembe, a kihelyezett jelzőtáblák utasításait és a közlekedési szabályokat betartva közlekedjenek és parkoljanak. Ösztöndíjakat és jubilómi diplomákat adtak át a hétvégén. A Nyíregyházi Egyetem szeptember 1-én tartotta tanévnyitó ünnepi szenátusi ülését. Az eseményen az első éves hallgatókat is köszöntötték, egyetemi polgárrá fogadták őket. A Nyíregyházi Egyetem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb felsőoktatási intézménye. Több oktatási egysége van, köztük 12 intézet várja a tovább tanulni vágyókat. Az intézmény elsősorban bölcsészeti, pedagógiai, társadalmi, gazdasági, művészeti, műszaki, agrár és természettudományi területeken végez kutatásokat és képez szakembereket. Idén az általános eljárás keretében összesen 1088-an nyertek felvételt, pótfelvételén pedig 75 fő. Az egyetemen szeptember 1-én tartották meg a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülést. A rendezvényen többek között a jubileumi diplomások és az első évfolyamos hallgatók is részt vettek. Őket köszöntötte Nyíregyháza polgármestere is. A városunk számára kiemelten fontos és büszkeség az egyetem. Ez egy komoly érték a jelenben, az élet minden területén és a város jövője szempontjából talán még nagyobb jelentőséggel bír. Ezért is van az, hogy soha nem mulasztom el, hogy eljöjjek a tanévnyitó és a tanévzáró ünnepségre is. Én azt kívánom a oktatóknak, hogy sok sikerük legyen a tudásuk átadásában, a diákoknak pedig sikeres vizsgákat, boldog egyetemi éveket kívánok, és így, ahogy elhangzott, az egyetemi polgárrá választás mellett most már hagyományosan több éve egy polgármester jelképesebb a nem nyíregyháziakat, nyíregyházi polgárrá is fogadjuk az egyetemi éveik alatt. A tanévnyitón az első éves hallgatókat a sportért felelős államtitkár is köszöntötte. Egész életükre meghatározó ismereteket, kapcsolatokat
élményeket szerezhetnek itt a Nyíregyházi Egyetem tavai között. Hiszen biztosan lehetnek benne, hogy az itt oktatók magas szintű minőségi tudásokkal, tapasztalataik átadásával és odafigyeléssel olyan ismeretekkel látják majd előnket, amelyekkel sikeresen nézhetnek szembe a 21. század kihívásaival. Az intézmény rektora, Vasné dr. Figula Erika megköszönte az új hallgatók bizalmát, hogy a Nyíregyházi Egyetemet választották. Kedves hallgatók, kérem higgyenek magukba a lehetőségeikbe, abban, hogy a világ, az életük alakítható, megváltoztatható, és kérem, ne álljanak be a legelső szabad helyre. Őszintén remélem, hogy egyetemi tanulmányaik idejét hasznosan töltik el majd ebben az intézményben, s mi pedig hozzájárulhatunk álmaik, vágyaik megvalósulásához. Tisztelt jelenlévők! A Nyíregyházi Egyetem rektoraként második alkalommal van lehetőségem átadni a megérdemelt jubileumi okleveleket. Az ünnepélyes megnyitón azokat az egykori hallgatókat is köszöntötték, akiknek 50, 60, 65 vagy éppen már 75 éves a diplomájuk. Jubileumi többek között bronz, ezüst, gyémánt és aranydiplomát is kiosztottak. A Vidor Fesztivál 9 napon keresztül mintegy 350 programot kínált. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a nap további híreit. Az aszfaltozási munkálatok idejére tilos megállni az északi nagykörút páros oldalán a leállósávban, a Szénatértől egészen a Vasvári Pál utcáig. Baleset történt hétfő délelőtt a 403-as elkerülő főútvonal nyírturai csomópontjánál. A 4-es főútvonalról úgy kanyarodott ki egy személygépkocsi, hogy a stop táblánál nem állt meg, nem adott elsőbséget egy Nyír Bogdány felől érkező személygépkocsinak, így történt a baleset. Mindkét sofőr megsérült, őket kórházba szállították. Tovább emelkednek az üzemanyagárak, a benzin esetében ez bruttó 2 forintot jelent literenként, a gázolajnál pedig bruttó 4 forintot, így a benzin átlagára 405 forintra emelkedik, míg 1 liter gázolajat átlagosan 414 forintért tankolhatunk. Az Összművészeti Vidor Fesztivál 9 napon keresztül mintegy 350 programot kínált. Most a hétvégi záró eseményekre pillantunk vissza. Holnapi hírműsorunkból pedig azt is megtudhatják, hogyan zárult a versenyprogram, kik és milyen díjakat kaptak. A Vidor Kossuth-téri nagyszínpadán péntek este Molnár Ferenc Karamell adott koncertet. A Máté Péter díjas énekes még 2004-ben tűnt fel egy tehetségkutatóban, amelyet meg is nyert. Első lemeze 2005-ben jelent meg, azóta több albumot készített, slágereit valamennyi korosztály kedveli. Ezt mutatta az is, hogy Nyíregyháza belvárosa is megtelt pénteki koncertjére. Vidor záróestjén egy újabb komédiát nézhettek meg az érdeklődők a Móricz Zsigmond Színházban. A Legyen a feleségem című darabot Kapitány Iván rendezte, aki számos magyar filmben is közreműködött, többek között az Üvegtigrisben is. Bízunk ebben a nemzetközi igazgatója, 20 éve van a cégnél, és most, hogy kinevezték, mindenki rendeltséget végiglátogat, de mindenhol csak egy napot ad, hogy az ottokat bizonyítsanak, hanem akkor lapát. Egy londoni brókercég fiatal vezetőjének mindennapjaiba pillanthatunk bele. Főhősünk nagy bajba kerül, hiszen viharos magánélete szemet szúrt az Amerikából érkezett házasságpárti nagyfőnöknek. Tulajdonképpen az, hogy broker ez a fiú, azt nagyon játszani nem kell, hanem azt a fajta szándékot, hogy őnek jön a főnöke, az új amerikai nagyfőnöke Londonba, és ez egy nagyon bigott, vallásos ember, és ragaszkodik hozzá, hogy a cégvezetők azok mind családos, házas emberek legyenek. Na most ugye a barátnőjével él együtt, úgyhogy megpróbálja rávenni a barátnőjét, hogy legyen a felesége egy estére. Na most, hogyha egy nőnek valaki azt mondja, hogy legyél a feleségem, de csak ma estére, akkor valószínűleg probléma származik. Na és akkor innen indul el a kalamajka, hogy akkor kit lehetne még megkérni arra, hogy ma estére ugorjon be, és akkor játssz el az én feleségemet. És itt jön be a Kovács Patricia, mint az én takarítónőm a képbe. Látom maga is, hogy egy férfi valahol.
A darab hatalmas sikernek örvendett, felszabadultan nevetett a közönség. A komédiában voltak meghökkentő elemek is, hiszen a takarítónő vette át a feleség szerepét, így át kellett változnia egy csodálatos úrihölgyé. Egy nagyon-nagyon igazságos szerintem az Edna, iszonyatosan szabadszájú, gátlástalan, és hát Londonnak nem azon a környékéről jön, ami egy ilyen úri negyed, hanem egy ilyen nagyon-nagyon proli helyről. Tehát, hogy ő egy iszonyatos szabadszájú szörnyeteg igazából, akit én játszom. Múlt hétvégén zárt a kapuit a Vidor Fesztivál, amely 9 napon keresztül mintegy 350 programot kínált. A Vasast fogadta a labdarúgó NB2-ben a Nyíregyháza Spartacus. A tavaly még az élvonalban szereplő csapat elleni találkozó 6 gólt és drámai hajrát hozott. A végeredmény 3-3 lett. 90. évfordulóját ünnepelte a nyíregyházi labdarúgás vasárnap. Ebből az apropóból az 1980-as Spari aranycsapat tagjait is köszöntötték a Vasas elleni NB2-es bajnokin. A találkozót aztán a tavaly még az NB1-ben szereplő fővárosiak kezdték jobban, és a 10. percben megszerezte a vezetést a Vasas. Balajti lőtte keresztbe a labdát, Szatmári pedig a bal oldalról a kapuba helyezett. Nem sokat kellett várni a válaszra, 10 perccel később Forró Gyula ment el szépen a bal oldalon, pontosan ívelt középre, Daru Bence pedig a kapuba fejelt 1-1. A folytatásban több ígéretes akciót is vezetett a Nyíregyháza, de az első játékrészben újabb gól nem esett. Fordulás után mezőnyjáték folyt, majd újra vezetés szerzett a Vasas, Hinora passza után Balajti lépett ki középen, és Jova fölött a kapuba emelt. Az 55. percben egy újabb védelmi megingást kihasználva tovább növelte előnyét az angyalföldi gárda, egy balról érkező beadás után Ádám a léc alá fejelt középen, 1-3. Mindent megtett a szépítésért a Spari, és a 75. percben előbb Dragoner lövésénél védett nagyot Bese, majd a 80. percben ötvös lőtt kapásból, de ezt is hárította a vendégek kapusa. Pekár ismétlése pedig mellé ment. 2 perccel később is hatalmas Bese védések, Dragoner fejesét és lövését is fogta. Érett a hazai gólja, a 89. percben aztán megtört a jég. Nagy Tamás kétszer is próbálkozott egy szöglet után, és másodszorra már a kapuba lőtt 2-3. A középkezdés után aztán azonnal jött az újabb hazai gól. Szépített is a Nyíregyháza, Dragoner kilép, óriási védés Besétől, és bepattant, 1 perc alatt egyenlít a Nyíregyháza. A végén a győztes gólért is harcolt a Spartacus, Dragoner esése azonban nem ért büntetőt, így maradt a 3-3. A bajnokságban most szünet következik, legközelebb pedig Siófokon lép pályára a Spari. Híradón végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. Elkezdődött az új tanév. Az önkormányzat a város valamennyi általános iskolájába közel 4600 alsótagozatos diáknak 1500 forint értékű tanszercsomagot juttatott el. A Móra Ferenc általános iskola másodikosainak dr. Kovács Ferenc polgármester személyesen adta át a csomagokat. A tanévkezdéstől több iskola környékén közterületfelügyelők segítik a járművezetőket, akik így könnyebben alkalmazkodnak majd a megváltozott forgalmi rendhez, a felgyorsult közlekedési ritmushoz. Ösztöndíjakat és jubilómi diplomákat adtak át hétvégén. A Nyíregyházi Egyetem szeptember 1-én tartotta tanévnyitó ünnepi szenátusi ülését. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!